A zenén keresztül erősítsük kapcsolatunkat a teremtővel, a teremtéssel és egymással, ez a célja Gulyás Annának. Az énekes néprajzkutató mesemondó az elmúlt években számos népkultúráját kutatta, így zenekarának muzsikája is különböző népek dallamvilágából táplálkozik. Stefán Zoltánnak érkezett vendége. Köszönöm szépen, igen, a Hold Dala Nap zenekar énekese, néprajzkutató, mesemondó és édesanyja, négy gyermek boldog édesanyja. Gulyás Anna a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elhangzott itt a felvezetőben, hogy nem titkolt szándék a Hova Tovább célja, hogy a kapcsolatot erősíteni a teremtővel a zenén keresztül, de közben az önről fellehető információk alapján ő nem származik kimondottan vallásos családból. Mikor érezte úgy, vagy mi volt az a hatás, amikor azt mondta, hogy önnek több dolga van a hitével, annál, mint hogy ön személyesen a lehető legmélyebben megélje? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert ez egy emlékezetes pillanat volt számomra. Körülbelül 14 éves lehettem, és a gitáromat pöngettem. És elkezdtem gondolkodni azon, hogyha vannak olyan harmóniák, amelyek nem kerekek, nem harmonikusak, olyan hangok egymás mellett, és vannak viszont olyan hangok, olyan akkordok, amelyek harmónia érzetét keltik az emberben, akkor ez a nagy harmónia nem lehet egy evolúciós eredmény, ez volt a benyomásom, itt valami magasabb összhangzattan van, és a magasabb összhangzat mögött egy teremtő intelligencia, és egyszer csak megfogalmazódott bennem, hogy van Isten, és én őt szeretném megtalálni. Önnel kapcsolatban arról lehetett olvasni, hogy teljesen természetes volt már fiatal korában is, hogy örömében és bánatában is elkezdett énekelni és zenélni, akkor gyakorlatilag a hit volt az, ami úgy érzi, hogy erre a pályára irányította? A hitnek mindenképpen szerepe volt benne, bár az örömömben, bánatomban Pigmeus jódlisztam a fürdőszobában a szüleim legnagyobb bosszúságára epizódok is jelen voltak ebben a zenei vágyban, de a hit abban annyiban mindenképp szerepet játszott, hogy hétről hétre születtek dalaim. Én azt gondoltam egy picit, hogy én ezekkel a dalokkal keresztül dolgozom föl a bennem levő érzéseket, és ezek az érzések 14 éves koromtól fogva mindegyre egy keresésről is szóltak. Kerestem Istent, és egy idő után azt éreztem, hogy ez az én imanyelvem. Ön néprajzkutatóként számos országgal foglalkozott, de már gyerekkorában is számos egzotikus országban megfordult, belelátott más népek hétköznapjaiba, kultúrájába. Ez hogyan hatott? Akár a zenei ízlésére, annak megformálására, és hát úgy fogalmazott, hogy a hit is egyfajta útkeresés volt. A zenei világunkban, a zenekarral nagyon sokunknak sok kulturális élménye fonódik össze, és az én dalaimban is egészen biztos, hogy az, hogy Peruban voltam kisgyerek, Brazíliában, Afrikában is éltem, a ritmusokban, a dallam megfogalmazásokban benne van, és ehhez a zenekarban olyan zenészeket is találtunk a Hold Dala Nap zenekarban, akik maguk is különböző kultúrákat képviselnek, Balogh Guszti, roma gitáros énekesünk, Draskóci Lídia, Szlama László, a magyar népzenének jeles képviselői, viszont van például egy perui gitárosunk, Alex Torres. A Hold Dala Nap elnevezésben a szélsőség is megjelenik, ha úgy tetszik, hiszen a hold az az éjszakát, a nap pedig hát a nappalt jelképezi. Mindenképpen benne volt szándékosan ebben a névben a mélynek, a magasnak, a lassúnak és a hosszúnak, a fénynek és a sötétnek, a férfinak meg a nőnek a találkozása, tehát ellentétek, összebékítése, kettőségek egybe kulcsolása célunk. Bejárták Európa legtöbb országát ezzel a zenekarral, és úgy tudom, hogy pont chilei és indiai turnéra készültek, amikor a koronavírus járvány keresztül húzta az önök számítását. És a megpróbáltatások, nehézségek azok gyakran alkalmasak arra, hogy megingassák az ember hitét. A jelenben és az elmúlt években is bőven akadt olyan kihívás, amely alkalmas volt erre. Ön hogyan élte meg az elmúlt időszakot és most a háborúval terhelt időszakot? Mindenképpen egy olyan próbatétele és olyan kérdőjelekkel tele tűzdelt időszaka ez az ember életnek,
amire az ember csak keresgéli a választ. A néprajzban, néprajzi hagyományokból tudjuk, hogy ilyenkor, amikor ilyen világválságok vannak, az emberek imádságba merültek és felfele tekintettek, keresték, hogy mit üzen az Isten ezek által, a jelek által. Sajgó Szabolcs atyával, a Párbeszéd házának a vezetőjével beszélgettünk a karantén alatt arról, hogy vajudik a Föld. Mit üzen nekünk a Föld egy ilyen helyzettel, mit üzen nekünk az Isten egy ilyen helyzettel, és írtam egy dalt is erről, amit majd Szabolcs atyának most szeretnék megmutatni. Most hangzott el a lemez bemutatónkon ez az ének. A karantén, a háború kihívásaival kapcsolatban mi egy egész albumot, albumban dolgoztuk föl a saját vívódásainkat, a saját mélypontjainkat. Zenészként nagyon sok ilyen mély helyzet volt, a magány, a közönségtől elszakítottság, az anyagi nehézségek is, és a környezeti válsággal kapcsolatban, a háború helyzetével kapcsolatban is csupa-csupa dalba igyekeztünk beletenni ezt a mélységből, ugyanakkor meg a magasság felé tekintő utat, amit mi magunk is bejártunk. Ez a Csendből szőtt hangszőnyeg nevet viseli a negyedik lemezük, amelynek a bemutatója most volt a közelmúltban, április 2-án. Egyfajta terápiás út volt ez önöknek is, kiénekelni saját magukból a félelmet, a fájdalmat. Hogyan fogadta például a közönség most ezt a lemez bemutató koncertet? Igen, tehát nagyon jól fogalmazott, és köszönöm, hogy így összetudta foglalni ennek a lemeznek a csomópontjait. Valóban módszeresen végigmegy különböző traumatikus témákon, a betegséggel való szembekerülésen is, és mondtam egy pár ismerősömnek, hogy vigyenek papírzsebkendőt, mondták is, hogy kellett is, tehát több zacskó papírzsebkendőt is végig lehetett sírni ezen a koncerten, de az anyag mindenképpen az Isten fényébe és gyógyító, áldó érintésébe viszi a témákat, a traumákat. Ezért egy felszabadító, gyógyító sírás is volt. Nem véletlen virágvasárnap mutattok be. Egyfajta imádságkoncert is volt, ahol az ukrán menekültekről, akiket befogadtunk hozzánk, egy héttagú családot, és szerepelt egy dal, én egyszerűen csak leírtam, amiket meséltek nekünk, és utána a közönséggel együtt volt egy közös gyógyító béke imádság, amelyik, hát mint az imádság, reméljük, hogy azért hat. Elhangzott, hogy ön mesemondó is, interaktív előadásokra várja nem csak a gyerekeket, hanem a családok, a felnőtteket is, hiszen a szülőket is bevonja ezekbe az előadásokba, és mellette pedig hát nyilván a zenekarral is folyamatosan turnéznak otthon a saját családjában. Mennyire tud jelen lenni a zene, mi a funkciója is például a mesemondásnak, hiszen 4 gyermek édesanyja? A zene az annyira jelen tud lenni, hogy például tegnap este a gyermekeimmel a húsvét vasárnapi együttlét végén a férjemmel együtt, hát legalább 3 órát muzsikáltunk, énekeltünk, és nagyon nagy ajándék ez nekem, hogy a gyermekeimnek zenekara is van, mindegyik játszik több hangszeren, és ugyanígy a mesék, a szertartásba hajló ünnepi hangulatok, ezt is keresgéltük a családban. Egyébként én mesemondással foglalkozom, a férjem pedig mesejátszótereket csinál, Kőboldizsár, és ő sokkal nagyobb mesemondó, mint én, csak nem szerepel színpadon annyit, úgyhogy otthon hallgatjuk ezer örömmel, ahogy mesél. Most már egy unokánk is van, például tegnap az unokánknak mesélt nagy örömmel a férjem. Ön úgy fogalmazott nekem még az adás előtt, hogy ez a sokrétű munkához egy teljes élet ad erőt. Meg lehet azt fogalmazni, hogy a teljes életnek mik a fundamentumai? Én úgy fogalmaznék, hogy az éber szív. Én azt tapasztaltam, hogyha az ember szíve elevenen figyel arra, hogy hogy van abban az áramlásban, amit így fentről jövő Isten kapcsolatból
mint forrásból merít az ember, és hogyan tud az ember benne maradni ebben az áramlásban, hogyan tud odahajolni éppen valakihez, ha arra van szükség, hogyan tud egy olyan helyzetben, ami fásultságot, egy olyan munkában benne maradni, ami mondjuk már nem eleven, már nem élettel telített, már nem áldás mások számára, és az embernek maga számára, hogyha ebből mondjuk kimer lépni, hogyan tud megújulni az ember, hogyan tud nyitott szívvel figyelni olyan eseményekre, mint például most beszélgettünk erről, hogy jön a pápa. Mindig vannak nagy összefüggések, és ezekre a nagy összefüggésekre valahogy az éber szív készsége szerintem a fontos. Éber szívvel, nyitott szívvel várjuk tehát akkor Ferenc pápát is. Ferenc pápa minden programját a közmédia közvetíti majd, úgyhogy aki nem tud ellátogatni, ő sem marad le semmiről. Gulyás Annának viszont köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is nagyon köszönöm, áldott ünnepeket!